Angelika anya élőben az EVTN stúdiójából, az alabamai Birminghamből. meg Jézus szeretetében és irgalmasságában. A legdicsőbb dolog az, ha dicsőítjük a mennyekben lakozó Istent, akit a Szent Lélek indít, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él benne. Milyen csodálatos a mi egyházunk. Az egész televíziós hálózat a bizalomra épül. Az evangelizáció lényege, hogy elmondjuk mindenkinek, Jézus, szeret téged. Mindannyiunk hivatása az, hogy szentek legyünk. Ne hagyd ki a lehetőséget! Hát elfelejtettem, miről volt szó a múlt héten, és most tudtam meg, hogy Szent Tamásról. Nem tudom, hogy jutottam el ahhoz a szegény fickóhoz. Minden esetre majd kitaláljuk, miről legyen szó ma este, nem igaz? Tudod, a legbiztosabb ellenszer az ellenség csapdáira, Szent Ferenc, ami Szent Atyánk szerint a lelki öröm. És az olyas valami, amivel nehezen boldogulunk. Mivel annyi komoly gondunk van, az Úr azt mondta nekünk, az én örömömet adom nektek. Hát, merre van? Kénél van? Nem igazán látok jelentkezőt. És így folytatta, senki, így fogalma senki. Szerintem ez a legviccesebb. Azt mondta, senki sem veheti el tőletek. Hát szerintem sok minden elveszi, például az időjárás. Volt egy nagybátyám, aki fogadott, hogy holnap esni fog. Fogadok, hogy ha mentünk egy piknikre, vagy társasági eseményre, vagy bármi hasonlóra az egyház közösséggel, akkor azt mondta, á, úgyis esni fog. Pessimistának hívjuk az ilyet. Nos, az Úr azt mondta, olyan örömnek kell bennünk lenni, amelyet senki sem tud elvenni. Valójában általánosságban mondta, hogy senki. De sok minden veheti el az örömünket, mert nem tetszik nekünk Isten akarata. Ez a baj forrása. Ha elfogadnánk Isten akaratát, minden pillanatban, igen, mind boldogok lennénk. Miért is lennél boldogtalan? Nem lennél boldogtalan. Persze vannak szörnyű, szörnyű próbatételek a világban, szörnyű keresztek, amelyeket hordoznak az emberek. Nos, a lelki öröm nem azt jelenti, hogy hű, de mennyire boldogok vagyunk. Nem is lehetünk. De úgymond az elfogadás lelkületével is állhatok mindahhoz, amin nem tudok változtatni. És ez a lelki öröm. Azt gondolnánk, hogy az apostoloknak minden elképzelhető lelki örömük megvolt. De nem így volt. A feltámadás után olyanok voltak, mintha. Nem igazán tudták, hogy mit gondoljanak. Néhányan még mindig azt hitték, hogy az Úr valamiféle profita volt. Ma este szeretném előadni az én olvashatomban, <laughs> hogy hogyan történt a jelenés a Tibériás partján. Ugye a múlt héten nem erről beszéltem, nem? Oké. Okay. Jó, hogy van, aki figyel. <laughs> Ha nem lenne, sose tudnám, miről beszéljek. Nos, az apostoloknak ezen a ponton Jézus már feltámad, sőt, meg is jelent néhányszor az apostolainak. Én csak leültem volna oda, ahol legutóbb is volt, és vártam volna. Ezt tettem volna. De Péter azt mondja, éhes vagyok, megyek halászni. Hogy lehet ilyen hétköznapi dolgokra gondolni, amikor az Úr mindenfelé megjelenik? Te nem vártál volna rá? Én igen. Fogadok, hogy Mária Magdolna várta őt. De nem, azt mondták, megyek halászni. Ennyi, halászok voltak. Valamiből meg kellett élniük. Nos, Zebedeus fiai azt felelték, veled tartunk. Nem volt más dolguk. Ők már látták az urat. Nem igazán tudták, hogy mi történik. Nem igazán értették a feltámadást. Így hát elmentek, fogták a csónakot, és mint mindig semmit sem fogtak. Még egy aprócska kis halat sem. Hát nem megalázó? h? Sokszor elgondolkodom azon, hogy az Úr miért Pétert választotta. Te is? Krízis helyzetben megfutamodott. Ez nem illik egy vezetőhöz, igaz? Egy új egyház egyik nagy vezetője megfutamodott, sőt, ráadásul meg is tagadta, hogy ismeri Jézust. Mai fejjel azt mondanánk, nem, ő nem lesz megfelelő. Nem bírja a válság. Szóval mindezt, tehát az úra lükéket választja. Hm? Ezért vagyok én itt. Én vagyok a tökéletes bizonyíték arra, hogy ha az úrnak szüksége van valakire, akkor olyas valakit választ, aki abszolút -e semmit se tud nyújtani. Aztán segít neki, hogy aztán ő segítsen neked. És ez történt Péterrel is. Mindig is tudni akartam, hogy az Úr miért választotta Pétert, miközben tudta... Simon, Simon mondta, a sátán meg akar rostálni téged, mint a búzát. De imádkoztam, ne, hogy megfogyatkozza hitetben. Amikor megtérsz, hűha, te téríted majd meg testvéreidet, ezt mondta Péternek. És akkor Péter meg akarta győzni őt, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Ha meg fogsz halni és olyan sokat fogsz szenvedni tőlük, akkor ne menj. Ez egy szép logikus válasz, nem igaz? Az úr így felett, távozz tőlem sátán. Ó! Oh. Ó, oh, egyik nap még a kulcsokat adja neki, másnap meg már ördögnek nevezik. Hát az úr aztán tudja, hogyan alázzom meg. Tehát, ha Péter elégedett volt magával, amiért megkapta a kulcsokat, akkor biztos, hogy ez letörte. És pontosan, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz. Ó! Az ember azt hinné, hogy keresni a lehetőségét, hogy elkerülje, elmeneküljön, vagy akármi, de nem. Oda megy melegedni a tűzhöz, pont abba a helyzetbe hozva magát, amire figyelmeztette az úr, hogy kerülje. Tudod, mind ilyenek vagyunk, csak nem vesszük észre. Ezért nincs bennünk lelki öröm. Azért beszélek erről, mert szeretném tudni, és remélem te is, hogy mi volt Péterben. Mi volt az a rejtett öröm, rejtett kegyelem, ami megvolt Péterben, amiért Isten őt választotta, annak ellenére, hogy megtagadta őt háromszor. Én azt mondtam volna, Tűnés haver! Nem te vagy az igazi. Azt hiszem, mindannyian ezt tettük volna. Így gyakorlatias. Egyik apostól sem ment volna át a pszichológiai teszten. Nem tudom, ki menne át. Tamás kétkedő volt. Szegény Tamás nem tehetett róla. Ha nem látta, akkor nem hit benne. A többi apostol tele volt csodálattal, kivéve. Szerintem Tamással mindenkinek baja volt. Péter, nos, ő előbb beszélt, mint gondolkodott, és ez bosszantó tud lenni. Tudod, mindenki ismeri ilyen embert. Kérdezel valamit, ó, igen, persze, tudom, miről beszélsz. Rákérdezel, és mi az? Ó, nem tudom. Mi a különbség? Azt mondod, akkor miért mondod, hogy tudod? Nem tudom, csak úgy eszembe jutott. Mind ismerünk olyanokat, akik cselekszenek, és csak utána gondolkodnak. Na, ilyen volt Péter is. Egy nap odament hozzá egy ember, és megkérdezte: A mesteret fizeti az adót? Hát persze. Amikor bemegy a szobába, az úr azt mondja neki: Péter, ki fizeti az adót? A fiúk, vagy a nép? Ettől bizonyára zavarba jött, azt mondta: a nép. Erre ő menj és vest ki a... Mit is szoktak kivetni a halászok? Bármi is legyen. Fogsz majd egy halat, és a szájában lesz két egy értem és egy érted. Horgott, köszönöm szépen. Tehát látható, hogy mindig rossz választ adott. Tehát te is én okkal mondhatjuk, hogy nem Pétert választanánk. De Isten Pétert választotta. Hányan mondtátok már, ó, én semmit sem tehetek Istenért. Már mint mit is tehetnék? Hát, ha nem csak magadra gondolnál, akkor az Úr bármire felhasználhat. Tudod, mindig meglep, bár már ezerszer meséltem, de megint elmondom, hogy én az iskolában nagyon keményen megdolgoztam az egyeseimért. Így volt. És mindig meglep, hogy itt vagyok. Ugyanis ennek semmi értelme, mint ahogy Péter kiválasztásának sincs. De Péterben volt valami, és ma este megtudjuk, hogy mi. Amikor megvérratt, Jézus ott állt a parton, de a tanítványok nem tudták. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Hát én senkit sem neveznék fiamnak, aki elmenekült, amikor bajban voltam. És te? Hát Jézus, igen. Azt mondta, fiaim, nincs valami ennivalótok? Micsoda kérdés ez öt olyan férfihoz, akinek még egy csellét se sikerült fogniuk. Ha Jézus tőlem kérdezi ezt, azt mondtam volna: Nem halászni jöttem, hanem elmélkedni. Úgy értem, nem vallanám be, hogy egész éjjel kint voltam, hivatásos halász vagyok, mégse fogtam semmit. Na most ráébredtünk valamire, ugyanis Péter azt mondta: Nincs. Ó, oh, itt van valami Péterben, ami bennünk nincs meg. Voltak hibái, nagyon súlyosak, de most észrevehetünk valamit Péterben, ez még pünkösd előtt van. Azt mondta, hogy nincs. Mi volt az, amit Jézus annyira szeretett Péterben? Őszinte volt. Nem szégyelte és nem félt a kudarctól. Hány ember van itt, aki halálra van rémülve attól, hogy kudarcot valhat? És akkor? Próbáld újra. Nem nagy dolog, nem szégyen a kudarc. Az úr nem azt mondta, hogy boldogok, akik sikeresek. A siker veszélyes lehet, tudtad? Én mindig is féltem a sikertől. Szerettem volna sikeres lenni az egyházért, az emberekért, de magamért kell aggódnom, és a lelkemért. Péter nagyon őszinte volt. Megmondta, nem, semmit se fogtam. Nem szégyelte kimondani. Itt van az a tulajdonság, amelyet Jézus keresett. Fel kell tenned magadnak a kérdést, megvan ez bennem. Őszinte vagyok. Van bennem tisztesség. Ha valaki oda jön hozzád és kérdez valamit, megmondod neki az igazat? Vagy csak hebegsz, habox Manapság nem hiszünk az igazságban. Azt kell mondanunk az embereknek, amit hallani akarnak, nem pedig azt, amit hallaniuk kellene. Ez a fő szabály a mai világban, de nem teheted. Még ha nem is akarják hallani, akkor is ki kell mondanod. Mondhatod kedvesen. Péter lényegében bevallotta, semmit se fogtam. Akkor az az idegen, mert ugye nem tudták, hogy ki az. Azt mondta, vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót. Az a hajó rossz oldala. S ott majd találtok. Ezen a ponton azt mondtam volna, Nézd, bárki is vagy. Én tapasztalt, hivatásos halász vagyok, és ilyen közel a parthoz nem lehet halat fogni. Eredj innen! Én ezt mondtam volna, hiszen a part közelében nem lehet halat fogni. Nem, hogy kivetni egy nagy hálót. Látható, hogy Péter hajlandó volt olyasmit tenni, amiről egy hivatásos halász azt gondolná, ez nevetséges. Mi azt válaszoltuk volna, várjunk csak. Nem tudom, ki vagy te, de nem vagy halász. Itt nem lehet halat fogni. Ezernyi okunk lett volna, hogy miért ne tegyük. De itt az áll. Kivetették a hálót. Ó, van valami Péterben, ami csodálatos, és ami manapság hiányzik belőlünk, az engedelmesség. Nem vagyunk engedelmesek. Nem vagyunk egyszerűek. Ezek kivesztek belőlünk. Embert küldünk a holdra. Sputnikokat küldünk a holdra. Mindenkit a holdra küldünk. De Istennek nem tudunk engedelmeskedni. Nem igazán az okosok jutnak a mennybe, hanem az engedelmesek. És Péter engedelmes volt. Egyszerű volt, őszinte és engedelmes. Nem vitatkozott, nem mondott kifogásokat. Egyszerűen csak kivetette a hálót. És hirtelen megtelt hallal. Hmm. János azt mondta, hát nem furcsa, hogy Péter nem ismerte fel az urat. Én azt mondtam volna, ez egy csoda fiúk, szóval az ott bizonyára Jézus, de nem. János azt mondta, az úr az. Mit bizonyít ez? Azt, hogy aki szereti Istent, felismeri őt. Ha szereted az urat, akkor felismered a legkisebb dolgot is, amit érted a legkisebbet is. A legkisebbet, amit teszérted. Manapság azt gondoljuk, hogy ez csak egyszerű jó szerencse. Hú, de utálom ezt a szót. Hú, de nagy szerencsém volt ma. De hogy volt, nincs olyan, hogy szerencse. Ez egy pogány módja annak, hogy egy nem létező személynek tulajdonítjuk azt, amit Isten tesz. Mi a szerencse? Tudsz beszélni vele? Mondtad már, hogy jó reggelt, szerencse. Légy ma velem. Nem tudod, nincs olyan, hogy szerencse. Szerencsejátékos. Spirituális szerencsejátékos vagy. Nem akarod beismerni, hogy Isten tette ezt, érted? Sok-sok mindent tesz érted, sok mindent, apró dolgokat. Ha találsz parkolóhelyet, az is Istennek köszönhető. Próbáltál már valaha parkoló helyet találni egy nagy, egy nagy bevásárlóközpontnál? Mész körbe, körbe, és csak remélni tudod, hogy valaki hazamegy. Valaki csak hazamegy, valaki csak elmegy onnan. És csak mész körbe, körbe. Aztán találsz egy helyet, és valaki az orrod előtt áll be oda. Veled is történt már ilyen? Istenre gondolsz? Ááá. Ah, ah. De hogy gondolsz Istenre? Haragszol arra, aki beállt a te helyedre. Hogy volt, mersze? Már húsz perce várok itt erre, beáll oda. Mi van az ilyennel? Okos. Te nem vagy túl okos, ez a helyzet. És végül találsz egy parkoló helyet, négy utcányira onnan, ahová menni akarsz. Örülsz, hogy találtál parkoló helyet? Nem. Négy utcát kell gyalogolnod a hülye bolthoz. Csak néhány akasztót akarsz a feleségednek, és most négy utcányit kell menned. Csak erre tudsz gondolni, miközben végigmész azon a négy utcán. Semmiben sem látjuk Istent. Ha már az első alkalommal megtaláltad volna a parkoló helyet, mi történne? Azt mondanád, köszönöm Jézus, nem, ez szerencse volt. Mutasd meg nekem ezt a szerencsét. Szeretném látni. Mindenki erről a dologról vagy személyről beszél. Bármi is legyen. Abba kell hagynod. Azt kell mondanod, köszönöm Jézus. A jót, a rosszat és a közömböset. Tehát, amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve. Hm? Gyakran elgondolkodom azon, hogy vajon ő volt az első magamutogató. Szegény fickó soha semmi se sikerült neki, nagyon igyekezett, de minél inkább próbálta, annál rosszabb lett. Tehát mit csinált? Magára öltötte köntösét, míg a ruháját sem találta, annyira izgatott volt. Magára ölti a köntösét, nem tudom, úszott-e már valamelyik köntösben. Fogadni mernék, hogy te lenn, a köntös meg fenn, a víz tetején úszik. <laughs> Bizonyára így működik. A szentírás olvasásához a képzeleted is kell majd, nem csak az eszed. Magára öltötte köntösét, és beugrott a vízbe. Az ember azt gondolná, hogy nadrágot és inget vesz fel, és aztán úszik, dehogy köntösben ugrott a vízbe. Itt látható Péter másik tulajdonsága, amelyet meg kell vizsgálnunk. Amikor Péter megtudta, hogy Jézus az nem érdekelte semmi. Odafutott. Ne feled, hogy ő egy olyan ember volt, aki tagadta, hogy ismeri Jézust. Nos, ez a bizonyos tulajdonság, ami Péterben megvan, de sokakból hiányzik, az a megbocsátás elfogadása. Hányan fogadjátok el a megbocsátást? Ugyanazt a bűnt gyónod meg újra és újra és újra. Miért tesszük ezt? Isten, nagyobb minden bűnnél, az ő kegyelme nagyobb, mint bármelyik bűn vagy bűnök, amelyeket elkövethetsz. Ha megbánod, ő megbocsátja és elfelejti. Tehát te. Péterben megvolt ez a tulajdonság, tudta, hogy megtagadta az urát. És azt hiszem, amikor az úr találkozott Péterrel, biztosan érezte ezt. Még nem kapta meg a vezeklést, de már megbocsátott neki. A legtöbben elbújtunk volna abban a csónakban. Azt mondtuk volna, ó, nem tudok a szemébe nézni, eléállni. Bár megbocsátást kaptunk, mégis ezt tesszük újra és újra. Örömmel kell elfogadnunk Isten megbocsátását. És új életet kell kezdenünk. Ezt tette Péter is. A többi tanítvány, ők egy kicsit okosabbak, követte a bárkával. A hallalteli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire száz méterre. 153 halat fogtak. Na ez lehetetlen. Ha ilyen közel a parthoz vetett ki a hálót, csak homokot fogsz. Nem fogsz halat. De Péter tudta. És bár megtagadta az urát, gondolj csak bele, bízott Isten kegyelmében. Nemrég volt az isteni irgalmasság vasárnapja. Hányan jártok egyáltalán gyónni? Nem tudom, mit gondolsz, mi fog történni, ha meghalsz. Lesz egy nagy piros szőnyeg, és eljön az összes angyal, is. És... Ha nem jársz gyónni, nem szívesen mondom, hová juthatsz. És ott örökké vörös lesz a szőnyeg. Csak az még forró is lesz. Ha tudni akarod, miről beszélek, azt a helyet pokolnak hívjuk. Pokolnak, ha esetleg elfelejtetted volna. Nos, amikor partot értek, mi történt? Izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Hát nem elképesztő, hogy Isten reggelit készített a hűtlen apostoloknak. Te csinálnál reggelit valakinek, aki cserbe hagyott? Lehet, hogy főznél valamit, de fogadok, hogy odaégetnéd. Vagy csak úgy összecsapnád. Van képe idejönni reggelizni azután, amit velem tett? Nem vagyunk megbocsátó emberek. Egyszer eljött hozzám egy férfi, és azt mondta, Istenemre, elfogok válni attól a nőtől erre én. Aj, Nyugodj meg, mi történt? Épp reggeliztem, olvastam az újságot. Hát ez volt az első hibád. Azt mondta, a feleségem átütötte az öklével. Ó, miért? Eszébe jutott valami, amit húsz éve csináltam. Ez baj, ezt nem teheted. Elmész gyonni és feloldoznak. Az Úr nem megy oda és nem üt át rajtad az öklével. Most már vége. Megvan bocsátva. Kezdj tiszta lappal. Amikor ragaszkodsz az ilyenekhez, az rosszat tesz a lelkednek. Olyan, mint egy lelki rák. Mintha homokba süppednél, mozdulni se tud. Tehát Péter az úr ehelyett reggelit készített. Mindig érdekelt, hogy honnan szerzett tüzelőt a paráshoz. Talán valami zsidó barkácsáruház mellett ment el. És felkapott egy zsákkal. Ó, az lopás lenne. Nem, minden Istené. Magattól meg nem lophatsz. Teremtette? Nem tudom. Ott volt és a tűz is, hogy gyújtott tüzet a parton. Nem tudom, de meggyújtotta. És honnan szerezte a halat? Ránézett a vízre, és azt mondta, gyertek ide, meg kell sütnöm néhány ótokat. Nem tudjuk, honnan szerezte. Remélem, van nálam zsebkendő, különben megnézhetem magam. Elnézést. Nem tudok mit tenni, folyik az orrom. Akinek nincs azt mája, a gyóhálát Istennek. Ez nem szerencse. Mindegy, hogy honnan szerezte a tüzelőt vagy a kenyeret, a kenyér is volt nála. Hűha. Honnan szerezte a kenyeret? Ezeket a fontos kérdéseket felteszem majd neki, ha ott leszek. Na, ez a csodálatos Jézusban. Azt mondta, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Hát nem csodálatos. Ők semmit se fogtak. Nem kell zseninek lenni, hogy ezt lást. Jézus lenyűgöz engem, hiszen ő mindent megtesz értünk, mindent. Aztán megköszöni nekünk. Nem kell megköszönnie nekünk. Ez a kötelessége. Egyszer azt mondta a Bibliában, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, mi haszna szolgák vagyunk. Van köztetek, aki nem így tesz? Páváskodsz, ha valami jót tettél. Nézzétek, mit tettem, pedig semmit se. Istentől van a tehetséged, Istentől van az időd, és tőle van az erőd is. De ez olyan csodálatos, hiszen azt mondta, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Ő mondta meg, hogy mikor, hol, hogyan, ráadásul még a hálóba is ő tette bele. Ez a lényeg, amit egyikünk sem ért. Egyáltalán nem értjük. Úgy gondolunk az életünkre, mint egy vállalatra, a családunkra, mint egy vállalatra. És néha az egyházat is úgy vezetjük, mint egy vállalatot. Tudod, az úr annyira más, mint mi végig segít minket, és aztán elismerően szól rólunk. Egy apróság, az aprók is igen miatt. Az számít, hogy hajlandóak vagyunk megtenni azt, ami nevetséges. Minden, amit tettek, nevetséges volt. Hogy ő megtehesse azt, ami csodálatos. Ez a hely nevetséges, nem de? Tizenkét apáca sem tudná felépíteni ezt a helyet. Nevetséges. Csak annyit kell tenned, hogy igen, mondasz Istennek. Igen, atyám. Nem azt kaptam, amit kértem, de nem baj. Te jobban tudod. Ő csupán azt az igent kéri. Aztán ő köszöni meg neked, hogy megtetted ezt a nagyszerű dolgot. A nagyszerű dolgot. Mindig szem előtt kell tartanunk, ha sikerrel jársz, adj hálát Istennek. Azt mondod, hát én csináltam. Nem, 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 nem. Dehogy. Szerencsém volt. Ez a legnagyobb hülyeség, amit valaha hallottam. Mi az a szerencse? Egy nő, egy férfi, egy dolog? Egy szellem? Miről beszélsz? Szerencse. Isten volt. Miért nem tudod azt mondani, hogy Isten, vagy az Úr volt? És amikor az Úr azt mondta, hozzatok a halból, amit most fogtatok, emlékeznünk kell, hogy ő egy nagy lelkű, önzetlen Isten. Hát nem csodálatos? Hm? Mi történt ezután? Partra vonták a halakat, és megszámolták őket. 153 volt, és a háló így sem szakadt el. Egy újabb csoda. Mindig javították a hálóikat. Neked is feltűnt? Mindig javították a hálóikat. Tehát Jézus hívta őket: gyertek, egyetek! Szerintem ez csodálatos. Tudod, az Úr olyannak teremtett minket, hogy ennünk kell, és ő tudta, hogy ezek az emberek fáradtak, vizesek és éhesek. És Isten reggelit készített azoknak, akik cserben hagyták őt. Hm, te megtennéd? Nem hiszem. Túlságosan, nos, nem szeretünk eléggé ahhoz, hogy megtegyük. És amikor az Úr azt mondta, hogy 77-szer kell megbocsátanunk naponta, ha bárki ilyen gyakran húz fel téged, éjfélre már le is lépnél. 77-szer. Ennyiszer kell megbocsátani a fele barátomnak. Elfelejtetted hozzátenni a mondat végét naponta. 24 órán belül 77-szer kell megbocsátanom a fele barátomnak. Egyszer is nehezünkre esik. Csak egyszer. Tudod, életünk egyedüli célja az, hogy olyanok legyünk, mint Jézus a saját helyzetünkben, bármilyen is legyen az. Messze vagyunk ettől. Nem bocsátunk meg. Azt hiszük, hogy nagyon jók vagyunk, ha megbocsátunk valakinek. E szerint a könyv szerint kell élnünk, nem elég csak olvasni. Így kell élnünk. Tehát. Jézus odajött, fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halat is. Felszolgálta nekik. Hát nem csodálatos. Reggelit csinált, meghívta őket, felszolgált nekik. Lenyűgöző. Hm. Ha egy ellenség jönne hozzám, és kénytelen lennék neki reggelit készíteni, én hozzávágnám a kenyeret. Ez az én olaszos hozzáállásom. Talán, ha jó kedvemben vagyok, megvajazom, de az ava inkább köt neki a fején. Nem tudjuk, hogyan kell megbocsátani úgy, mint Jézus, ugyanis nem olvassuk. Nem tudjuk, mit tett, ugyanis nem olvassuk ezt a könyvet. Nem csak meg kell bocsátanom, hanem szolgálnom is kell az ellenségem. A barátok csodálatosak, és nagy ajándék, ha van egy barátunk. De az ellenségeink azok, akik által gyakoroljuk az erényeket. Ők késztetnek megbocsátásra, ők tesznek hasonlóvá Istenhez. Ezt mondta az Úr: szeressétek ellenségeiteket, jót tesznek neked. Tényleg? Nos, ez volt a harmadik eset, hogy Jézus megjelent nekik. Most jön a vezeklés. A mai világban, ha elmész gyónni, kapsz egy üdvözlégy Máriát. Ez az én vezeklésem rendben de szeretném, ha az itt lévő papok megértenék, hogy mit tett Jézus. A lélekhez szólt. A valódi problémát emelte ki. Azt mondta, Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Mit is tett Péter? Azt mondta, ha ezek mind meg is tagadnak téged, és soha. <laughs> Hiba volt ezt mondania. Hiszen megtagadta. Tehát az úr felteszi neki a kérdést, vajon Péter tanult valamit abból a szörnyű bűnből? Ezt próbálja Jézus kideríteni, hogy tanult-e belőle. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram, felelte. Tudod, hogy szeretlek. Á, na ez már egy teljesen másik, Péter. Nem azt mondja, igen, jobban szeretlek, mint ezek. Nem, azt mondta, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Ó, látod, Péter tanult belőle. Nagyon fontos dolgot tanult meg. Erre így szólt hozzá legeltest bárányai. Ha feloldozást nyertem, tennem kell valamit. Nem elég, ha megbocsátok neked. Úgy kell szeretnem téged, ahogy Isten szeret engem. Többet kell tennem az egyszerű megbocsátásnál. Aztán másodszor is megkérdezte tőle, Simon, szeretsz engem? Igen, uram válaszolta, tudod, hogy szeretlek. Ez már nem a kérkedőpét. Tanulsz a bűneidből. Tanulsz bármit is. És megváltozol, mivel tanultál valamit. Rájössz, hogy Isten megbocsát. Rájössz, hogy nagy hibát követsz el. Rájössz, hogy szeretned kell az Urat, és nem szabad tovább hülyéskedned. Majd harmadszor, és megkérdezte tőled, szeretsz? Péter egy kicsit feldúlt lett. Szerintem egy kicsit olasz volt. Csak egy kicsit. Azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Legeltest gyúhaimat. És ez az, amire téged és engem is elhívott az Úr. Van, aki gyűlöl minket. Senki se kér, hogy élj együtt egy ilyen emberrel, csak arra, hogy szerest. És bocsáss meg neki. Ez nem azt jelenti, hogy papucsnak kell lenned. De a megbocsátás, tudod, vannak emberek, akikkel vigyáznod kell. De itt van a helye. Ez az, amit ki kell űznünk a szívünkből, a gyűlöletet. Mert többet árt neked, mint ők. Tehát megtudunk valamit Péterről. Őszinte volt, becsületes és alázatos is. Nem, nem fogtak semmit. Nem félt, nem szégyelte magát. Azt mondta semmit. Képes volt elfogadni Isten kegyelmét, és tudta, hogy Isten kegyelme nélkül. Nem tudja őt szeretni, hiszen így volt. Amikor bebizonyíthatta volna, elbukott. Tehát nézzük Pétert másképp. Mi arra vagyunk hivatottak, hogy úgy szeressünk, ahogy Isten szeret, még az ellenségeinket is. Mindig lehetünk óvatosak és körültekintőek. De sosem táplálhatunk gyűlöletet, a szívünkben, mert az ellenségeinknek valószínűleg nagyobb szükségük van az imáidra, mint bárki másnak, hiszen talán egy másik országhoz állnak közelebb. Csak imádkoz értük. És mit jelent szeretni őket? Jót tenni, ha tudsz, és nem táplálni gonosz gondolatokat. Csak bízd őket Istenre. Van egy telefonálunk, halló? Szia! Szia! Honnan hívsz? Mm, New ből. És mi a kérdésed? Nos, elsőként egy megjegyzésem lenne, mégpedig, hogy szeretem a műsorod, minden héten nézem. Köszönöm. A kérdésem pedig, öm, hogyan lehet elérni a lelki örömöt? Hát bizonyos szempontból könnyű, más szempontból nagyon nehéz. Ha el tudom fogadni a jelen pillanatot, a jelen pillanatot, örömmel, vagyis harag, düh, csalódás nélkül, Tudod, a legjobb dolog, amit Isten tehet értünk, az az, hogy néha nemet mond. Fogadok, hogy nincs itt olyan nő, aki 18-19 éves korában ne lett volna szerelmes, és aki alig várta, hogy hozzámehessen ahhoz a férfihoz, és most nagyon boldog, hogy nem tette. Fogadok, hogy van itt olyan férfi, aki majdnem elvette azt a csodálatos lányt, húsz évvel később ránézett és azt mondta, köszönöm, Istenem. Nem így van. Dehogy nem. Dehogy nem. Tehát nekünk is így kell hozzáállnunk a dolgokhoz. Köszönöm, Uram. Boldog vagyok, bármit is kérjen Isten, bármit is tesz velünk, vagy értünk. Nem azt jelenti, hogy hű, de mennyire boldogok vagyunk. Nem, az öröm belső elégedettség. Semmi köze az arc kifejezésünkhöz. Tudod, nem vagyunk keresztény tudósok. Ha babot eszem, akkor babot eszem. Tudom, hogy babot eszem. Azt mondom, hogy bab, tehát bab. Nem mondom azt, hogy csirkét eszem. Babot eszem. Tehát elégedett vagyok Isten akaratával. Ez öröm, hiszen nem vagytok elégedetlenek Isten akaratával. A szűzanya volt, ó micsoda példája Isten akaratának, gondolj csak bele. Mármint hirtelen megkérték, hogy legyen anya. Ez nagy változás. Nem állt szándékában anyává válni. Azt kérdezte, hogyan válik ez valóra? Ó! Oh. Ő az Úrnak szentelte magát. Szűzként, és ezen nem is akart változtatni, de Isten akaratát is teljesíteni akarta, tehát megkérdezte, hogyan válik ez valóra, és ő megmondta neki. Ő pedig azt mondta, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a tökéletes öröm. Hadd meséljek Assisi Szent Ferencről, a mi szent atyánkról. Leó testvér egy nap megkérdezte tőle, atyám, miben rejlik a tökéletes öröm? Azt felelte, nos testvér, megyünk a kolostorba. Esett a hó. Így folytatta, odaérünk, bezörgetünk az ajtón, kijön a kapus, és azt mondja, takarodjatok, tolvajok és martalócok, el innen. És az orrunk előtt becsukja az ajtót. Ha megint bezörgetünk, ugyanezt mondja. Ha harmadszor is zörgetünk, akkor kijön, folytogat minket, és belelök a hóba. Ha ezt örömmel, boldogan tudjuk elfogadni, mint Isten akaratát, az a tökéletes öröm. Mit ért ez alatt? Azt, hogyha mindent megteszek, hogy jót cselekedjek, vagy jóra fordítsam a dolgokat, de nem jön össze, akkor elégedett lehetek, hiszen tudom, hogy Isten akarata mindig a legfelsőbb szentség. Mindig. Mindig. Akár tetszik, akár nem, de az elfogadás által az elengedés egy jó szó erre. Jól fejezi ezt ki, hiszen azt jelenti, uram, bízom abban, hogy bármi is történik velem ebben a pillanatban, az javamra válik. És mi ez? Sok évvel ezelőtt megkértek, hogy látogassak meg egy nőt a kórházban, aki rákban haldoklott. Báránybőrre fektették, ugyanis forgolódás közben eltörhette volna a csontjait. Megkérdeztem tőle, hogy van Mrs. Mitchell. Azt felelte, jól vagyok, hála Istennek. Azt mondta, a lányomat a nővérem gyámsága alá kellett helyeznem, mivel haldoklom. De hála Istennek van, kire bíznom. Ránéztem erre a nőre. Olyan, Elégedettség volt az arcán, amelyet ritkán látni, mert annyira ráhangolódott Isten akaratára. Beszélgettem vele egy kicsit. Mondtam, érte egy imát, erre ő, köszönöm, Istennek legyen hála. Az arca úgy mond, Ragyogott. Annyira ráhangolódott Isten akaratára. A lányát másra bízta. A férje elhagyta őt, amint megtudta, hogy rákos, csontrákos. Elhagyta. Micsoda csapás. És most egyedül van. Milyen csodálatos nő. Többet tanított nekem, mint, mint amit én adtam neki. Egy olyan ember emlékét adta nekem, aki teljesen Isten akaratától függ, nem a világtól való. Szerintem, ha ilyen közel vagy a halálhoz, és mindenki, akit szerettél, elment, ők ott voltak, de semmit sem lehetett tenni. Semmit. És az, hogy azt mondta, hála Istennek, elárulta, hogy az a nő örült. Az a nő teljesen Isten akaratától függött. És mit hív valaki? Halló? Angelika anya? Igen. Szia, a nevem Diane, és Arkansasból hívlak. Imádom a műsorodat. Köszönöm. És azt hiszem, azt kérdezném, hogy hogyan lehet tudni, hogy elhívást kaptál valamire vagy sem. Rengeteg szégyent és bűntudatot érzek az egykori életvitelem, a drogok, alkohol és szex miatt. Nem tudsz olyat mondani, amit ne tettem volna meg. De elmentem gyónni, és úgy tűnik, hogy minden alkalommal, amikor gyónni megyek, ugyanaz történik. Mintha annyira szégyenkeznék, hogy nem részesülhetek Isten kegyelméből. Néha úgy érzem, mintha arra hívnának, hogy talán megosszam a történetemet másokkal. Ó, nem hiszem, hogy ezt kell tenned. Csak Isten tud megbocsátani, és ő már megbocsátott neked. Látod, erről beszéltem. A legnagyobb ajándék amelyet Istennek adhatunk, az az ő kegyelmének elfogadása. Kis Szent Teréz mondta ezt: Azt mondta, hogy még ha a világ összes bűne terhelni is a lelkét, akkor sem veszítené el a reményt, hiszen az ő irgalma végtelen. Történt valami, amiről már sokaknak beszéltem. Ez nem egy történet, hanem velem történt meg. Elmondom megint, mert talán segít neked. Szeretem az óceánt. Évekkel ezelőtt a Csendes-óceánnál voltam, a nyugati parton, és volt nagyjából egy órám két előadás között, és elmentem az óceánhoz. Szeretem magamhoz hívni a hullámokat. Szóval ott álltam a parton, Távol a víztől. Jöttek a hullámok, én ott álltam, és azt mondtam a hullámoknak: Gyere, gyere, gyere! Jöttek is, tudod milyenek a hullámok. Szóval ott álltam, és azt mondtam: Tudsz ennél jobbat is? Hajrá, hajrá! Nos, hirtelen az egyik hullám egyre nagyobb és nagyobb lett, és nekem földbe gyökerezett a lábam. Nem hittem, hogy el fog érni hozzám. Ahogy közeledett, azt mondták körülöttem, fúss, fúss! De nem tudtam, mert földbe gyökerezett a lába. Olyan volt, mintha futóhomokba lennék, vagy ilyesmi. És amikor odaért, a térdemigért. Csúrom vizes lettem, csúrom vizes. Szeliden visszahúzódott. És egy kis csepp az óceánból a kezemre hullott. Gyönyörű volt. A napfénye megcsillant rajta. Ránéztem és azt gondoltam, ez nem lehet az enyém olyan gyönyörű. Így hát visszadobtam az óceánba. Az úr azt mondta nekem, Angelika, látod azt a cseppet? Erre én, igen, uram. Látod az óceán? Igen, uram. Azt mondta, az a csepp az összes bűnödés hibád, az óceán pedig az én kegyelmem. Ha keresnéd azt a cseppet, megtalálnád? Nem, uram. Akkor miért keresett tovább? Sokat tanultam ebből. Figyelj, kérlek, az Úr megbocsátott neked. A múlt elmúlt. Tudom, hogy méltatlannak érzed magad, de ez csak egy érzés. Meg egy kis büszkeség is a részedről. Nem tudod elhinni, hogy mindezt te tetted. Sok mindenre vagyunk képesek. Az Úr neked mondja ma este, ha keresnéd azokat, megtalálnád? Azt kell mondanod, nem, uram. Nem találnám meg. Miért keresed tovább? Miért vizsgálod magad tovább? Nagy kegyelmet kaptál az Úrtól, a megtérés kegyelmét. Ez nagy kegyelem Istentől. Ez mutatja, hogy mennyire szeret téged. És mivel szeret, így megbocsátott neked. Miért hozott fel újra és újra és újra? Akiknek abortuszuk volt, folyton ezt csinálják. Megbocsátott neked az Úristen, aki Isten. Ő nem teremtmény, aki folyton felhánytorgatja. Istenről beszélünk. És amikor ő megbocsát, az tiszta lapot jelent. Olyan, mintha fognánk egy elfeketedett lapot, széttépnénk, összegyűrnénk és eldobnánk. Isten így bocsát meg. El kell fogadnod, mint Péter, Isten kegyelmét, és tovább kell lépned, és ha újra felmerül, add oda Jézusnak. Tudod, volt olyan szent, aki azt hitte, hogy mindent odaadott Jézusnak. Folyton azt mondta az Úr, van egy ajándék, amit akarok tőled. És ez a Szent azt mondta, Jézus, ami mindenemet neked adtam. Ő azt felelte, nem, nem tetted. Nem adtad nekem a bűneidet. Ó, ez már más, nem igaz? Megtennéd ezt ma este? Térdej le bárhol is vagy, és mondd, Uram, neked adom minden bűnömet már elnyerted a megbocsátást. Miért hozott fel? Ez csak egy csepp Isten kegyelmének óceánjában. Élj most új életet, légy örömteli. A béke nem abból fakad, hogy mindenkinek elmondod a bűneidet. A béke Istentől, és csak is Istentől jön. Az én örömömet adom nektek, senki sem veheti el. Ha csak emberi örömöt érzel, ami szerint ma csodálatos dolgok történtek velem, tehát boldog vagyok, ez nagyon átmeneti. Az örömnek Istentől kell jönnie. Sok bűnt bocsátottak meg neked. Ebben rejlik az örömöd, a megbocsátásban, hogy nincs többé. Nem kell újra felhoznod. Add meg Istennek az örömöt, hogy megbocsáthat neked, és hogy te elfogadod, ahogy Péter is elfogadta Jézus megbocsátását. Érted? Hát, képzeld csak, alig két percünk maradt. Én élveztem, remélem te is. Szerintem most már mélyebb szeretettel tekinthetünk Szent Péterre. Neki is megvoltak a problémái, és neked is megvannak a tieid. De ő tudta, hogy mit kell tennie. És neked is tudnod kell, hiszen az egyházban, ami szent anyánk szívében, elméjében és lelkében minden megvan, hogy örömet adjon neked. Olyan örömet, amit senki sem vehet el. Most pedig mielőtt azt gondolnád, hogy túlságosan belefeledkeztem Szent Péterbe, ne felejts el a gáz és villanyszámlát közé tenni minket. Én nem felejtem el. Ne feledd, hogy ezt a hálózatot te tartod fenn saját magadnak. Nem más. Hálásan köszönöm. Legközelebb találkozunk. Viszlát.